és nézőink, most megint egy egészen más téma következik. Schmuck Erzsébetet köszöntöm, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Megbeszéltük az előbb, ezt el kell árulni, hogy nem nagyon szeretnénk most az előválasztással foglalkozni, illetve közvetve egy picit, Németországban választottak, és a zöldek több mint valószínűleg kormányra kerülnek. Ennek kapcsán fölmerült a zöld adó kérdése. Tisztázzuk egy kicsit, ha lehetséges, mi is ez a zöld adó, és hogy miért rettegnek tőle sokan? Hát a zöld adó azért az egy nagyon tág fogalom, sokféle, sok eleme van, mert például zöld adónak lehet nevezni a termékdíjat, vagy különböző környezetterhelési adókat, vagy ugye azt is zöld adónak vagy nevezik, amikor arról van szó, hogy esetleg valamilyen környezetszennyező termék árába be kellene valamilyen adót, vagy terhet építeni, mondván, hogy akkor annak az ára feljebb megy, és akkor nyilván kevesebb lesz a kereslet iránta, vagyis akkor mennyiségében kevesebbet használunk belőle. Tehát ezért ez egy elég tág fogalom, és külön-külön kell megnézni, de szeretném rögtön azzal kezdeni, hogy a zöld politikának az a lényeg, hogy a társadalmi, gazdaság és a környezeti kérdéseket együtt nézzük. Tehát önmagában mi azt kevésnek tartjuk, tehát LMP, Magyarország zöld pártja, önmagában azt kevésnek tartjuk, hogyha csak egy kérdést a környezeti szempontból vizsgáljuk meg, ugyanazt meg kell vizsgálni szociális és gazdasági szempontból is, hiszen a fenntarthatóságot ez jelentheti. Azt mondta a magyar kormány több képviselője is, ha jól emlékszem, hogy oké, hogy itt a klímavédelem kapcsán mindenféle adóterhelésekről beszélünk, de ezek legyenek elosztva, és hogy nem ár az emberek fizessék meg ezeknek a költségét. Most nagyon sarkítva mondtam természetesen, de ez a lényege. Ebben igaza van a kormánynak? Most azért ez egy kicsit furcsa megközelítés. Abban egyet értünk a kormánnyal és másokkal is, akik így gondolják, hogy a környezetszennyező vállalatok, tehát akik nagy környezetszennyezést okoznak, azokat valamilyen módon idézőjelben büntetni kell. Tehát fizessék ennek a jelentős részét. Viszont azért azt kell látni, hogy ennek lehet olyan vonatkozása, hogy ők egyrészt átterhelik, mondjuk például, ha adóban megjelenik, vagy valamilyen büntetési tételt teszünk rájuk, de azért az igaz, hogy valahol az emberek fogják megfizetni az árát minden tekintetben. Már csak azért is, mert hogyha drágább lesz, ugye akkor részben azért, ha meg nem lesz drágább, akkor ugye a környezetszennyezés megmarad, nő, és ez az egészségünkben megjelenik, a gyerekek betegségében, ugye gondoljunk csak arra, hogy a levegőszennyezettség milyen komoly légúti megbetegedéseket okoz, ez mekkora terhet pakol az egészségügyre, tehát ennek sokféle vonatkozása van, és ezeket minden szempontból meg kell vizsgálni, ez a helyes. Akkor ezek szerint ebben lehet egyszer valamilyen egység, mert most tulajdonképpen elméletleg mindenki egyet mond, hogy a környezeti terheléseket csökkenteni kell, ugyanakkor az idevezető útban jelentős viták vannak. Lehet valamikor valami egységet létrehozni, vagy tényleg van egyetlen lehetőség? Hát az egységet azt majd ki fogja kényszeríteni a probléma erre, csak azt tudom mondani, mert az éghajlatváltozás az rettentően gyorsul, egyre jobban érezzük ennek a visszahatásait. De ami nagyon fontos, hogy nem egyféle lépés a megoldás, nem egyféle eszköz, hanem nagyon-nagyon sokféle területen kell egyszerre lépnünk, és szakítanunk kell azzal, amit ugye általában azért mi emberek szeretünk, hogy felállítunk prioritásokat, hogy ezt, utána majd azt fogjuk meglépni. Itt egyszerre kellene sok területen meghozni a döntést. Most csak egy példa, hogy miközben nekünk csökkenteni kell, nem csak nekünk, hanem a világon mindenhol az üvegházgáz kibocsátást, tehát itt gondol, nálunk ugye ismertebb szén-dioxid kibocsátást, ezzel párhuzamosan az alkalmazkodási feladatokat is el kellene végeznünk, hiszen itt van a változás, és ehhez valamilyen módon alkalmazkodni. Gondoljunk például csak a mezőgazdaságra.
Tehát amikor aszály van, özönvízszerű esőzések, a termés, a vége az lesz, hogy a termés mennyiség csökken, aminek mi a következménye, az árak emelkednek. Hogy az emberek fizetik így meg van. Az árat. De nem csak a mezőgazdaságnál tudjuk ezt a példát mondani, de gondoljunk például csak az egészségünkre. Budapest nyáron hőkatlan. Az emberek ezeket a szélsőséges időjárási viszonyokat a szervezetük nagyon nehezen éli meg, mindenféle bajt, betegséget kihozhat, ami azt jelenti, hogy a problémát átterheljük az egészségügyre. Tehát itt ezekkel eddig nem foglalkoztunk, hogy például az egészségügyre mit terhelünk rá, vagy például ugye itt van az oktatásnak a kérdése. Ma az oktatási rendszer igazából nem készíti fel az iskola rendszerből kikerülőket, hogy a korunknak ezeket az igazán nagy válságait megfelelő módon kezelje. Hangsúlyozom, ezek nem csak technikai, technológiai vagy tudománykérdések, hanem itt a bölcs használat. Tehát itt sok mindennel szembe kell néznünk a mai kor emberének, hogy mi a fontosabb. Tehát az életminőség, itt életminőségi kérdéseket azt gondolom, hogy meg kell fontolnunk, mert persze nagyon fontos az, hogy az ember tisztességesen tudjék táplálkozni, öltözködni, télen legyen meleg szoba, ahol normálisan tud élni, ez a dolognak az egyik fele. De van egy másik fele is, hogy az életünknek a többi részét hogyan töltjük el. Tehát például egy erdőnél nem csak az a kérdés, hogy az erdő az fát ad, tehát gazdasági haszon, hanem az erdőnek van egy más típusú haszna, immateriális haszna. Elmegyek, pihenek, jól érzem magamat. Vagy például a családommal mennyi időt tudok tölteni. Tehát itt sok mindent azt gondolom, hogy újra kell gondolnunk, és azt is végig kell gondolnunk, mert ugye akik ilyen kérdésekkel foglalkoznak, ugye mindig mondjuk azt, hogy fenntarthatatlan termelési és fogyasztási szokásaink vannak. Tehát túlfogyasztunk, tehát itt a bolygónak van egy kapacitása, ezt már túlléptük. Világos. Az előválasztás kapcsán azért hoztam fel, pontosan az előválasztás azért hoztam fel, mert most az ellenzéknek kell valamilyen programot hirdetni, és ebben akkor ezek szerint a zöld gondolatnak jelentősen szerepet kell kapnia. Ön politikus, zöld szakember, ha lehet ilyet mondanom, politikus, nem politikai kommunikátor, de ezért valami a másik oldalon részlet a politikai kommunikációban. Hogyan lehetne megfogalmazni röviden, hogy mennyivel zöldebb, ha egyáltalán zöldebb a jelenlegi ellenzék a kormánynál, és mik azok a pontok, amiket mindenféleképpen el kell mondani, és meggyőzni az embereket. Ilyen. Jó. Hát az nyilván nem kérdés. Jó, ez nyilván nem kérdés, hogy a mostani az ellenzék az sokkal nem is lehet összehasonlítani, tehát hogyha mondjuk a kormányt nulla osztályzatot adok, jó, kettest adok a kormánynak, az ellenzéket mondjuk ötre értékelem, de van a kornak a kihívása, az meg nyilván még sokkal radikálisabb zöld megközelítést igényel. Az összehasonlításképpen 2019 év elejéig a miniszterelnökünk, Orbán Viktor, az év értékelőjében egyetlen egyszer nem ejtette ki a száján az, hogy környezetvédelem, természetvédelem vagy klímaügyek. Akkor kezdett el ezzel foglalkozni, amikor látta a kormány, hogy az Európai Unióban és a világban ez kezd most már olyan kérdésé válni, ami megkerülhetetlen. 2010-ben a Fidesz kormány megszüntette az önálló környezetvédelmi minisztériumot, de nem csak a minisztériumról szólt a dolog, hanem az intézményrendszerét, a háttérintézményeket, a környezetvédelmi hatóságokat. A környezetvédelmi, természetvédelmi hatóságokat gyakorlatilag ilyen bólogató Jánossá tette, mert jött egy gazdasági érdek, egy nagy beruházás, nem nézték meg igazán annak a környezeti vonatkozásait. Tehát ez nagyon komoly probléma. A miniszterelnök jelöltek, mindegyik, aki az elején indultunk, mindenki deklarálta gyakorlatilag, hogy visszaépíti az ellenzék, tehát jövő év áprilisától lesz a környezetvédelemnek, a zöldügynek, a klímaügynek önálló minisztériuma és intézményrendszer, ez nagyon fontos. Egy másik kérdés, hogy hogyan közeledünk az éghajlatváltozás megfékezésért tendő lépésekhez. A mostani ellenzék és a közös alapprogramban sok olyan elem van, ami nincs jelen a kormánynak a politikájában.
például a klímacélok tekintetében a kormány még mindig ott tart, hogy a széndioxid kibocsátást 2030-ra elegendő 40%-kal csökkenteni akkor, amikor 2013 végére már egyszer ezt elértük, azóta ugye egy növekvő pályára került a széndioxid kibocsátásunk. Tehát ez is kevés. Nagyon kevés az, amit a kormány kommunikál a megújuló energia tekintetében, hogy hány százalékkal kell növelni. Lényegesen lemaradunk az Európai Unió célkitűzései mögött, és a magunk lehetőségei mögött is. Az oktatásban nincs jelen. Tehát ez a terület, a fenntarthatóságnak az oktatása érdemben nincs jelen. Az egészségügyben nem beszélünk arról, hogy mekkora károkat okoz például az emberi egészségben, hogy vegyszeres élelmiszert eszünk. Ugye agyonvegyszerezett mezőgazdaság, nagyüzemi mezőgazdaság, és mennyivel kevesebb teher hárulna az egészségügyre, hogyha például egészséges élelmiszert fogyasztanak. Tehát itt nagyon-nagyon sok olyan pont van, amin változtatni kell radikálisan. Beszélt az előbb ugye a megújuló energiáról, ennek kapcsán nem tudom, van-e jósgömbje. Ha jól tudom, ez a hazai atomhivatal azt mondta Paks 2 kapcsán, hogy most tessék egy kicsit pihenni. Igen, nem átgondolni adtam el az engedélyt, ezt, átgondolni igen. Ezt az egészet. Mi lesz Paksa, ő szerint? Jó, hát mi azon az állásponton vagyunk, hogy a Paks 2-t azt le kell állítani, nem csak felfüggeszteni, leállítani, és nagyon-nagyon sok oka van ennek, hogy ezt le kell állítani. Gazdasági okai vannak, környezeti okai vannak, tehát környezetbiztonsági okai is vannak, és nyilván az is az oka, hogy ugye sokakkal ellentétben az atomenergia az nem tiszta energia, tehát és nem olcsó energia. Paks 2 rettentően elhibázott gazdaságilag, ugye hatalmas hitelt veszünk fel az oroszoktól, piaci kamattal, tehát igen magas kamattal. Nincs egyáltalán összeadva, hogy mibe kerül ugye a létesítésnek az atomenergia, tehát az atomerőmű létesítésének a költségei. Ugye közben azért van működtetési költségek, és még mindig nem tudjuk azt, hogy hová fogjuk elhelyezni a nagy aktivitású hulladékot, és hogy mire fog kerülni. Tehát, hogyha ezeket mind összepakoljuk, összetesszük egymás mellé, akkor bizony rögtön kiderül, hogy az atomenergia az igenis nagyon drága energia, csak Paks 1-nél ugye mi történt, valamikor a 60-as években megépült, akkor azt valahova elrakták azokat a költségeket, nem számolták bele a költségbe, és ugye a Paks 1-nél sem tudjuk azt, hogy hová fogjuk elhelyezni. Tehát ez egy szemfényvesztés, hogy olcsó energia, és ráadásul azt látni, hogy a megújuló energiába nagyon nagy erőket fektetnek, tudomány, pénz, kapacitás, tehát a megújuló energia az nyilván így az ára lefelé fog menni. Gondoljunk arra, hogy a napenergián, a napnak a kapacitása az végtelen, ugye? Tehát ott a lehetőségek. Itt a kérdés az, hogy hogyan lehet ezt tárolni, és biztos, hogy a tudomány figyelme, a technológia ez erre irányul. Hú, köszönöm szépen, hogy mindezeket elmondta. Érdekes lesz, kíváncsi leszek, hogy mennyire tudják érthetően az emberek számára elmondani, amit szeretnének a zöld gondolatukat elmondva. Úgyhogy remélem, hogy úgyból találkozunk. Köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, most híradó következik, és utána persze jövünk vissza.